Na, a szövetség minden tagját üdvözlöm, Carlos vagyok, és megígértem, hogy lesz még két videó. Igazából a heti tavamról nem akartam volna megcsinálni, de ha már beígértem, hogy lesz két videó, az egyik az ugyebár ez lesz. A másik az valószínűleg a pakrinyitás lenne, de gondolkozom azon is, hogy talán livestream, de szerintem inkább videó lesz belőle, majd még kiderül. Ha livestream lesz belőle, akkor majd úgy is meg fogjátok tudni, ha követitek a Facebook oldalamat. És meglátjuk. Na kíváncsi vagyok. Obi-Wan-mal küzdök meg. Primal Fusion. Hát, mégis ez így jónak tűnik. Úgyis én fogok kezdeni. Úgyhogy szerintem először úgyis csak egy totemet fogok kiküldeni, aztán majd utána megnézzük, hogy mivé alakulnak ki. Ugyebár tele van a pakling Shifter Zero-szokkal, meg random spellekkel, úgyhogy meg kiderül. Azért köszönjünk, mert még kodolás. Ó, ez mondjuk nem rossz. Én ezt lehet, hogy most be fogom játszani. Lehet, hogy nem a legbölcsebb lépés, de legalább lesz két lényünk, ezt is tudjuk majd kezelni. Aj, annyira jó lenne megszerezni már az arany változatát Ralnak. Marha jól néz ki. Ezek a totemek. Na mindegy. Kicsit így elmélázok ezeken a dolgokon. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lapjai vannak, mert tudja, hogy valamit tud majd kitenni. Csak nem totemet rak ki most is. De hát négy manáért csak tud valamit. Nem olyan, mint én is. Hát ki tudja. Lehet, hogy az egyiket le tudja lőni. Mondjuk egy lightning bolta. Embrace the void. Értem. Mindig csak egy-egyet kapna, négyes lenne. Hát... egyelőre nem. Ezt leütjük. Meg arc. Kirakunk még egy totemet, hogy mondjuk kettőt kapjon utánuk, és akkor az úgy teljesen jó. Lesz. Ha csak nem alakul, hát a Lakari Felhound az annyira nem, Cloak Hunter az nem. Temple Enforcet még nem is tudtuk volna kijátszani, tehát így igazából mindegy. Ó, kap fegyvert. Nice. Csak azért is le akarja ütni, jó van. Ez hatmanás lenne. Ezzel csak visszaküldeném. Ez egy néhány támadást túlélne. Ezen úgyis át kell mennie valamelyiknek. Ugye az csak egy élettel élné túl, de az igazából nem baj. Semmit nem akarok igazából visszaküldeni a kezébe. Igen. Ne nézzük. Lefagyassza, oké. Mondjuk nekem nem gond. És felgyógyítja. Ja, de meghal. Tényleg. De jó, de jó. Ez
Szerintem nem érti egyébként, hogy mi van. Well played! Ez kicsit benézte. Kicsit benézte, igen. De ez is gyógyításnak számít, elnézést, hogyha hangos volt. Tehát benézte a dolgokat, mert az is gyógyításnak számít, és igazából mínusz van. Jó. Megvan az első győzelmünk, úgyhogy innentől kezdve már mindegy. Még kettőt akarnék menni. Holnap fog kijönni. Kiegészítő, hát meglátjuk. Prológust, ahogy néztem egyébként, elég durva lesz. Uther versus Gul'dan. Igen, az új pálya az már elérhető. Hogy olyan szempontból... Mondjuk ezt meghagyom. Durva különben a prológus, mert van, amelyik lény csak fegyverekkel lehet sebezni, meg ilyen nagyon durván vissza tudják tölteni az életerőjüket. De majd kiderül, ebből áll majd a meglepetés. Így látni, láttam róla dolgokat, de... Ó, ez jó! Még lehet, hogy meg tudja ölni, de nem baj. Hát, ha ki tudunk valamit rakni, és azt felerősíteni. This document looks legally binding. Wow! Ó, Elise Trailblazer, abban a pillanatban. Fel is erősítettük. Úgyhogy... Ez jó. Ezt megpróbálja szerintem így is megölni. De nem baj. Úgy gondoltam. És megjöttek, jól van. Helyes. De egyelőre nem tudunk mit rakni. Úgyhogy... Aluth Nevadar! Szokja. Érdekes, hogy most előkerült ez a lap. Egyébként nagyon senki nem játszotta ezeket. Pedig így érdemes lenne elgondolkozni mondjuk a Bevősza úr egy és hasonló lapok mellé. És ebbe az lesz jó, hogy kettő páncélt fog kapni, de nem baj. Hát, ha ötösebb betámadja a hősünket, és akkor azt az ötöt, ezt megkapja arcba. Na. Nem ettől meg akar szabadulni. Ne! Még reménykedtem benne, hogy hátha ezzel támadja be. Jó. Aj, ez Funkin Dread. Viszont nem került ki. Ó, hát ez nagyszerű. Ezeken át kell jönnie. Hát ezt a kettőt mondjuk beáldozza, utána meg megöli. Azzal, de legalább így el lennének takarítva. Sok lapja van. Na. Jég alatt. Igen. De nem igaz, hogy nekem kell megmutatni. Végre mérlok. Mérlokot ki lehet valahogy szedni. Valahogy lehessen már. Na. Hopp, pislogott. Na. Mi van? Igen, most következő körben meg fog halni. Nagyszerű.
Vele nem tudok közvetlenül támadni. Hát ezek nem a legjobb lapok. Sajnos elpusztul. Szagotot nem tudom kihívni. A Dark Shire Labyrinth-et. Azt tudja, hogy nem küldöm ki. Balú ellen játszok. Balú a medvével. Az ilyen. Az igen. Entry Spider. Reporting for duty. Mondjuk ez így is elég erős. Kiküldjük ezt is. Mert hogyha leüti, akkor is kettőt fog sérülni. Gyere ki innen! Az a baj, hogy utána ezzel nem lehet mit csinálni. Hellfire! Persze, hogy még véletlenül se tudja elintézni. Pedig... Jó, hát ezt megnyerte ezzel. Wind Fury! Hogyne! Jó, ez well played egyébként. Mert ez nagyon be kellett imákolni. Jó. Na, én nem adom fel. Újra út erre. Neki megyünk a dolognak. Sámánnal mindig nyerek, ez olyan fura. Na jó, nem mindig. Biztos van olyan videó, aminél így egyből kikaptam Sámánnal is, de most érdekes módon azért úgy jól ment. Az volt a baj különben, hogy megint így nem tudott elég ideig kimaradni a bossi. Még tauntokat kinyithassak alá. Ez jó. Igazából nincs értelme nagyon így újrahúzatni ezeket a dolgokat, mert is valószínűleg ilyet húzunk fel. Hello! Kár, hogy túl nagy értékű lap vagy. Ja, hello. Well met! Persze, ő ki tud hívni. Oké, értem. Értem az ilyen viccet, csak nem szeretem. Mik ezek a lapok? Nem baj. Most miért mész rá erre? Nem értem. Értelmetlen. Mennyit sebb az ötöt? Nagyszerű. It's boom o'clock. Jó, ezzel mondjuk magunkba is sebezhetünk így. Nem baj. Gyerünk, legyen nálad egy swipe. Így érezem a törődést. Na? Az igen. Új, itt van nekünk Pyrus. Igen. Itt van a Torturan Forager. Az jó. The battle. Ezeket most úgyis letakarítja ezt elsősorban.
Na, de ez jó. Na. Hát a tarcba. Egálba vagyunk. Ezeket is most el kell intézned. Ha még akarsz volna kristályokat. Takarítania. Vagy arcba jön folyamatosan. Ah, pedig jó lenne hosszabb ideig játszani. És nem. Nem hagyja. Nem hagyja. Akkor most én szeretnék kérni Consecration. Akkor így. Vagy. Igen. Van erős lényünk. Végül is van. Egyelőre. Igen, azt neked gyalulnod. Annyira arcra megy, és én ezt így nem értem. Hogy ez neki miért jó. Wild Bro, oké. Most kockáztassunk azzal, hogy kirakjuk őt. Hogy gyógyítsunk magunkon. Let me think. 15-ösre. I have an axe to grind. What is real? I have an axe to grind. Reporting for duty. Fura playnek tűnhet ez, de így el lesz foglalva ezzel a két taunttal. Na? Mi van nálad? Persze, hogy lesz mindjárt egy swipe, vagy hasonló. Na, gyerünk már! Persze. Egy Black Knight kellene egyébként ezt elintézni, és utána meg a harcba. Persze, hogy nincs olyan lakunk. Think again. The battle. Start running. Start running.
Ez tűnt most értelmes megoldásnak. Most kihívja Pyrust ismét. Azt gondolvá, hogy én akarok vele foglalkozni, pedig nem. De jól vettem, visszahívhatja. Kellene Wicker Frame Bracer. Van X Bishop. Támaszt fel, ne tanultat. Jó! Taunt és Wind Fury. De meggyászoljuk a hulládat ezek után. Pyrust, yeah! Igen. Hősképesség, gondolom. Nem, karmalás. Gyere, nagyfiú, húzom. Mindegy, hogyan öli meg, vagy mitől meg, minden jól megy, akkor nyertünk. Yes! Mondtam, hogy mi lesz. Jó. Menjünk még egyet mágussal. És akkor ezzel fogom befejezni igazából a videót. Medivh versus Valir. Medivh. Igyál vizet. Az felhasználó név. Ringwater. Istenem. Jó. És visszajött. Ennyi. Ez egy bumeráng. Ez egy bumeráng. Oh yeah! Berlakok! Kineretkezőnek kimegy egy counterspell. Minden tudja ezt olyan hamar elintézni. Igen. My echoes are eternal. Az mondjuk szép. Mindig megöljük. Csak így egy shifter zérdusz kap szerintem csak. Kár, hogy ő nem tudott kimenni a Verdant Longnak. Amúgy tetszik nekem ez a pálya, kíváncsi vagyok, hogy milyen titkos dolgot lehet előhozni majd. Oké. Az a baj, hogy csak reagálok arra a dolgokra, amiket csinál.
Pedig már akcióba kellene lépnem. No, ne öld meg. Ne, azt se öld meg. Te szívtelen. Hogy lehetsz ilyen? Jó. Ez jó. Következőben tényleg Counter-Spin. Az a baj, hogy ez egy Borg-clear lenne. Hát... kapunk páncélt. Elintézzük. Counter-spell. Rálövünk. Jó. Nem tudjuk megölni, akkor jó. Mondjuk úgy is rá kell mennie. Ajj, ez egy hallucináció lett volna. Ó, Birdo, mi a helyzet? Persze, sárkányunk az nincs. De miért lenne? Pedig azzal elintézhettem volna. De ebbe a Tavern Brawl-ba sok haszna nincsen így a hős képességnek. Jó. Hogy kellene ezt? Ez ugyebár kettőt sebez. Szállom. Hát... nem fogja ezt úgy se beáldozni erre. Úgyis itt van nekünk az Ice Barrier. Mivel ki tudjuk védeni a tárgyat. Mi van? Jó. Igen, mégis beáldozzon, gyerünk, gyerünk. Ó, ne már. Ó, ne már. Tőle meg kell szabadulni. Ó, remek. Húzza a lapokat. Na. Jaj, cica, de jó. Total corruption, total power. Úgy is kezelnie kell ezt a kettőt. Hmm.
Igen, így be fogja áldozni. Azt is beáldozza. Ó, na, remek. Azt mondja, hogy Forbidden Ancient. Szerintem ez jó. Senki nem látja. Az igen. Hát fel kellett erősíteni. Most egy ilyen flame strike vagy hasonló kellene. Az igen. Hát ez így buktának tűnik sajnos. És eléggé annak tűnik. Az 7, az 8. Hát, ha nincsen egy innervét, akkor még jól alakulhat. Na! Nem. Jelentő kezdve már nem. Be kell áldoznom erre. Nagyszerű. Igen, sebzés 4. Na, tortollám. Kettő. Bemákolta a Rakitírt. Egyébként nem nyert volna. Lépd már meg! Na jó van. Srácok, ennyi lett volna a heti tavernról. Megnézzük, hogy ez a laplapomban mi van. És hamarosan úgyis találkozunk a következő Hearthstone videóban, amivel már megnézzük, hogy ebből mennyiségből, meg még ami még hozzá fog jönni, mert azért lesz elég sok lap, szerintem. A kollekciót ezt már természetesen meg lehet nézni, ami szerintem elég jó. És bekerült már Arthas. Tehát, hogyha végigmegyünk igazából az Adventure-ön, és legyőzzük mindegyik kasztal a Lich King-et, akkor megszerezzük. És nekem ez kell. Úgyhogy abban biztosak lehettek, hogy rá fogok repülni. Minden esetre, ha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen lájkoljátok.
Illetve ha még nem léptetek be a szövetségbe, azt a feliratkozásra megtehetitek. Én Carlos voltam, és a következő videókig sziasztok!